Berlinger Attila, az intézmény ügyvezető igazgatója műsorajánlója következik. Következő napokban, hetekben újra izgalmas és érdekes programokkal készül a Babits Mihály Kulturális Központ a városlakók és a hozzánk érkezők számára. Kezdeném talán a színházi programokkal, amelyekről már minden bizonnyal sokan értesültek. A következő napokban folytatódnak a színházi bérletsorozatunk előadásai, például az Orfeum bérletünk második előadásához érkezik, Márai Sándor Kaland című előadását láthatják a kedves nézők. Ez egy igazi dráma, amely az élet fontos eseményét boncolgatja, tele van szerelmi és karriertörténettel, élethazugságokkal és egy nagyon jó végkifejlettel. De ugyanolyan szeretettel fogjuk várni a gyerekeket, hiszen Maugli, a dzsungel fia című előadás Kipling örökérvényű regényét fogja bemutatni. Itt február 29-én csütörtökön délelőtt az ovisok, délután pedig a kisiskolások érkeznek hozzánk. Talán egy még ennél korábbi programra is szerettem volna felhívni a figyelmet, a Monarchia Operett korábban elmaradt előadását ezen a vasárnapon tudjuk pótolni. Az operett kedvelőinek egy igazi csemege vár itt a színházteremben mindenkit. Február 26-án van a kommunista diktatúra áldozatainak az emléknapja. Ezt hosszú évek óta az országban mindenhol megünneplik, illetve megemlékeznek erről a szomorú tényről. Hozzánk évek óta mindig egy-egy kiváló előadó is érkezik előadást tartani. Ebben az évben is Katona Csaba történészt látjuk vendégül, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának egy kiváló tudósát, történészét, aki az egész történelmi hátteret nagyon érdekesen és sok történelmi ténnyel alátámasztva fogja bemutatni a hallgatóságnak 26-án hétfőn. Nagy rendezvények, kiállítás, koncert, színház, családi programok, előadás, hagyomány, mozi, szabadidő, hangverseny. A következő hetekben is széles spektrumban kínál minden korosztály számára kikapcsolódást a Babits Mihály Kulturális Központ. Hamarosan érkezik a tavasz, az időjárás már most is ezt mutatja, de a naptárra tekintünk, akkor március első hetei, igazából a nőnap lázában égnek nálunk is. Nagyon érdekes és kiváló programokkal készülünk, több napon keresztül. Van még egy régebbről elmaradt programunk, amelyet március 4-én hétfőn a házasság hete alkalmából szeretnénk a vendégeinknek előadni, hogyan kapcsolódjunk jobban a másikhoz. Azt gondolom, ez már egy jó felvezetése lehet annak a nőnapi kavalkádnak, amely majd március 9-én szombaton érkezik ide hozzánk. Korábbi években is hatalmas sikert alatott az az egésznapos program, ami itt lesz a Babitsban, csajos cuccok vásárától kezdve bababőrze, minden, ami a hölgyek érdeklődésének, kíváncsiságának megfelelhet, különböző lélektani, motivációs előadások, egészségügyi állapotfelmérés, aktivitások, mozgások, igazi családi és csajos mozifilmek is várnak mindenkit, kiváló koktélok, és a táncos lábúakat is ugyanezen az este nagy szeretettel invitáljuk a placra. Március 9-én egy hamisítatlan nőnapi retroparti, egy kiváló sztárvendéggel, Bétót Lászlóval és DJ Táborfi kollégánkkal. Azt gondolom, aki a 70-es, 80-as, 90-es évek retro diszkozenéjén nőtt fel, az itt igazából megtalálhatja ifjúkorának a legkiválóbb zenéit is. Március 11-én hétfőn, még mindig egy picit a nőnapra koncentrálva, egy nagyon érdekes aspektusból szeretnénk rátérni erre a témára. Itt most az apák lesznek majd a főszerepben. Egy kiváló stand-up comedy is, Lengyel Tamás érkezik hozzánk, Kitolás címmel, apanevelés kezdőknek és haladóknak. Hát kedves apukák, akik átélték már gyermekvállalás után a babakocsi vásárlás borzalmait, a levakarhatatlan nőrokonokat, illetve hát olyan nőies dolgokkal kellett megismerkedjenek, amit álmukban sem gondoltak. Remélem, ők is túlélték, és már edzett apukává váltak. Ennek a humoros és sok szempontból megvilágított oldalát láthatják március 11-én hétfőn este 7 órakor.